A kitűzött célt teljesítve 9 napon át közel 1300 kilométer távot és több mint 13000 méter szintkülönbséget hódítottak meg a folyamatos váltófutással a töltésen húzódó kerékpárút egy kijelölt, a lezárt Tisza híd és a Gátőrház között elterülő 350 méteres szakaszán a Záhonyi határátkelőn. A 4 órás váltásokban futó 4 ultrasportolóhoz környékbeli sportcsapatok, iskolák diákjai, kárpátaljai sportolók is csatlakoztak hosszabb, rövidebb távokra. Ugye több mint közel 1300 kilométer, a szintkülönbség az majdnem 2 Everest, úgyhogy én azt érzem a lábaimon, az ízületeimen, amit még soha, mert én rengeteg évente 5-6 ezer kilométer szoktam futni, hogy a jobb lábfejem sérült meg, illetve a bal térdem, illetve több olyan izomcsoportom, amit valóban korábban nem éreztem. De valóban nagyon sokszor hangsúlyozom, hogy az összefogás, határokon való átjutás, a nemzetek közötti barátság mindennél fontosabb. Én nem szoktam csak úgy futni, ha nincs cél egy-egy program mellett, és jövőbe sem fogok. Minden ötlet futás közben jön, és igyekszek minél előbb megvalósítani. Bacskai József ungvári magyar főkonzul történelmi jelentőségűnek nevezte ezt a kezdeményezést, hiszen a független Ukrajnában 25 év alatt ilyenre még nem volt példa. Ez egy különleges sportteljesítmény volt valóban. Gyakorlatilag a 137,5 kilométeres határ mentén a hármas határponttól futottak végig a sportolók, és bizonyították azt, hogy a határok szabályszerűen határátkelőkön átjárhatók, és abban bízunk, arról tárgyalok az ukrán partnerekkel, hogy új határátkelőket nyissunk Nagyhodosnál, Nagypaládnál, illetve más pontokon is, illetve a határátkelőket fejlesszük. Hamarosan az M3-os a határnál lesz, a határátkelőt fejleszteni kell. Ez a futás teljesítmény mindkét oldalról bizonyította azt, hogy van együttműködési lehetőség a két ország között. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke a befutó ünnepségen elmondta, a hasonló tettek a közös Európai Uniós lehetőségek kihasználására is megnyitják az utat a két ország között. Ugye maga a cél az volt, hogy a Kárpátalján élőknek a helyzetére fejjük a figyelmet, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez többszörösen sikerült. És aminek külön örülök, hogy emellett valóban tudunk majd olyan tartalommal megtöltendő társulásokat is létrehozni majd, mint például az Európai Terület Társulás, amelyben Ukrajna és Magyarország partnerként az Európai Uniós forrásokat felhasználva tud majd olyan programokat megvalósítani, amelyek ténylegesen tudnak majd tenni azért, hogy a Kárpátalján élőknek a helyzete sokkal jobb legyen, és emellett ezzel párhuzamosan természetesen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élőknek a helyzete is sokat javuljon. Hídvégi üstöspár következő futó célja Afrikába vezet, ahol a Nílus menti környezetvédelemre hívja fel a figyelmet.